attitűd rendszer alatt van egy, még egy rendszer, ezeket séma rendszernek hívjuk, ezek rendszerint kora gyerekkoriak, és zárultak, és ezekből alakult ki az attitűdrendszer, és az attitűdrendszer vezérli a gondolatunkat. Tehát minden gondolat mögött van attitűd, és minden attitűd mögött van séma. Most, ha alapvetően akarok változni, akkor a sémáimat kell megváltoztatni, de ehhez racionális tudatban nem tudok hozzáférni. Tehát ez nem elhatározás kérdése. Tehát ha például valakibe egy mindennapi példát mondok, az alakul ki, hogy a szorongásomat úgy tudom kezelni, ha iszom, és akkor nem szorongok, vagy kevésbé szorongok, akkor ő egy idő múlva elkezd függővé válni, mert a szorongását úgy tudja megoldani, hogy iszik. De ezen hiába határozza el magát, hogy most már nem iszok, mert tönkre megy a májam, akkor is, ha elkezd szorongani, akkor a begyakorolt módon inni fog. És ugye ez az alkoholfüggőségnek a egyik sémája, és az van mögötte, hogy kiskorában nem tanulta meg a szorongásait kezelni. Tehát, hogy ő olyan helyzetekben, amikor az égi világon semmi szükség nincs, hogy szorongjon, ő akkor szorong. A szorongást meg már így tudja megoldani. Tehát az igazi megoldás az, hogy azok a sémák átalakuljanak, amik létrehozzák a szorongást, ami miatt ő iszik. De ez most nem azt jelenti, hogy erre azt mondja egy alkoholfüggő ember, hogy én nem tehetek róla, hogy úgy nőttem fel, hogy olyan sémáim vannak, hogy szorongok. Nincs igaza, mert ezek a sémák átalakíthatók. Csak nem elhatározás kérdése, és nem racionális tudatba, hanem módosult tudatállapotba kell lemenni, mert ezek nagyon mélyen a tudattalamban vannak, tehát el kell őket érni. Az az érzelmi állapot, ami létrehozta őket, az vezet oda, az nyitja ki a ajtót, az a kulcs, és amikor bejutunk egy ilyen sémába, akkor az átalakítható. És ha átalakítjuk, akkor ez létrehoz új attitűdöket, az új attitűdök a gondolatainkba kivetülnek, és megváltozunk. Erre nagyon jó példa a anonim alkohol mozgalom. Ők azt írják föl, hogy az alkohol erősebb nálam, de ma megpróbálom legyőzni. Tehát kiírnak egy igazságot, hogy én függőségben vagyok az alkohollal, de ma megpróbálom legyőzni. És akkor egy hosszú ideig nem isznak, és aki visszaesik, az segítik. Kijön. És ez egy jobb állapot, mert nem fogyasszák az alkoholt, és nem mérgezik magukat, de ugye száraz alkoholisták lesznek, mert egyszer csak visszaesnek, és akkor megint. És ha egy ilyen közösségben mindenki józan, senki nem iszik, akkor rendszerint visszaesnek, mert így tudják magukat fönntartani. Ha viszont szembenéz ezzel, és azt a sémáját, ami az ő szorongásaiból erednek, átdolgozza, akkor nincs semmilyen mozgalomra szüksége, és éli szabadon az életét, és lehet, ha nagyon megszomjazik, akkor megiszik egy sört, de kettőt már nem. És éli a szabad, alkoholfüggetlen életét, de át kellett a sémát dolgozni, ami a szorongásai mögött van. Hát nem tudom, hogy ez így érthető, nekem nagyon érthető, és ez kivetíthető más függőségekre is. Ugye mostanában talán még egy példát érdemes végiggondolni, ez a szerencsejáték függőség, ami egyre nagyobb mértékű lesz, hogy ugye én gazdag legyek, mert ha gazdag vagyok, akkor ezt meg ezt megtehetem, én azért vagyok szerencsétlen, mert nem vagyok gazdag. És akkor elkezd olyan dolgokat művelni, nem több, persze sokkal szegényebbé válik. És nem tudja abba hagyni. Ugye a félkarú rabló az működik. Most ennek csak az a megoldása, hogy ezt a sémát átdolgozza magába, mert amíg nem, addig a kísértés mindig ott lesz. Most az a szerencsejátékos, aki nem csinálja a szerencsejátékot, az száraz szerencsejátékos, de mindig ott ketyeg a bomba, hogy egyszer csak újra belecsúszik. Mindaddig, amíg meg nem dolgozza magát abba, hogy én felelek magamért, a biztonságomat én adom, és én képes vagyok arra, hogy a biztonságomat megteremtsem. Nem a félkarú rabló fogja helyettem megteremteni. Hát ide el kell jutni, ha nem jut el valaki, akkor reménytelen, akkor a függősége megmarad. De ugye lehet itt mondani az internetfüggőséget is, meg ezeket a játékfüggőségeket, hogy a gyerekek ezekben a játékokban játszanak, mert győztesek tudnak lenni. Úgy vannak megcsinálva a játékok, hogy a gyerek tudjon győztes lenni, ami egyik oldalról rendben van, de a másik oldalról nem az életben lesz győztes, hanem az internetjátékban.
és most már ugye ez egyre nagyobb függőségekhez vezet, iskolába járás helyett például játszanak otthon. Tehát nagyon veszélyes, és ezek ki tudnak alakulni. Projekció volt még, amit mondtam. Itt azt gondolom, hogy egy picit hogy is mondjam csak, ha egy picit visszatérünk még ez az attitűd kérdéshez, akkor érdemes lenne ránézni, hogy ezt a úgymond rengetegféle szorongást, amit manapság emberek megélnek, ezt ma már modern szóval pánik betegségcsoportnak, pánik tüneteknek szokták nevezni, tehát elkezd, mit tudom én, mondjuk valaki megy a munkahelye felé, rájön egy rosszul lét, kivizsgálják, semmi olyan elváltozás nincs, ami indokoltá tenni ezt az állapotot, ugyanakkor halálfélelme van, heves szívdobogás, esetleg ő úgy éli meg, hogy vérnyomás emelkedése van, pedig megmérik és nincsen, hogy e mögött mi van? Tehát ugye ez a szociális fóbia fogalom, az van mögötte, hogy kiderül rólam valami olyan, amit nem tudok elfogadni, hogy kiderüljön. Ennek az egyik oka, hogy nagyon nagyok az elvárások. Tehát, hogy olyan elvárásokkal vannak, például egy munkahely, ha a munkahelyre menet szorong, a dolgozóval szemben, amik irreálisak. Ehhez nem kapja meg a megfelelő segítséget. Ugye ezek a különféle tréningek, azok nem a személyiséget teszik erősebbé, hanem a személyiség bizonyos részeit erősítik, hogy te legyél hatékonyabb, ami önmagában nem biztos, hogy baj, csak az a veszélye van, hogyha nem pont úgy zajlik a dolog, ahova be vagyok gyakorolva, hogy hatékony leszek, akkor összecsuklok, mert maga a személyiségem nem tud ezzel megküzdeni. És ez megint a profitszerzésnek a trükkje. De most mennék vissza a betegséghez, vagy a viselkedészavarhoz. Tehát a szorongást, a legnehezebb szorongás, amikor nincs tárgya. Ha tárgya lesz a szorongásnak, akkor azt elkerülöm, és könnyebb lesz. Ha elkerülöm, viszont egyre több dolgot kell elkerülnöm, ezért lesz patológiás a szorongásom. És egyre több élethelyzet lesz veszélyes, amit el kell kerülnöm. És a végén már munkahelyet kell változtatnom, mert nem tudom. És lehet, hogy az volt, hogy fölkértek, hogy tartsak egy előadást. Vagy írjak meg valamit, ami nekem túl nagy feladat volt. Lehet, hogy meg tudnám csinálni, ha azt erősíteném magamban, hogy én képes vagyok erre, de nem ezt erősítem, hanem olyan tapasztalataim vannak, hogy a kudarcot rosszul tűröm, ugye a kudarctűrő képesség az egy személyiségvonás, és ezért elkezdem elkerülni, kitalálok dolgokat, hogy ne kelljen szembesülnem azzal, hogy esetleg nem tudom megcsinálni. Mert akkor azt gondolják rólam, hogy tehetségtelen vagyok, ezért inkább el se megyek. Igen, de ha el se megyek, annak lesz következménye. És akkor ez így egyik gyűrűzik a másikba. Ami persze nem tudatos. Nem tudatos, persze. És akkor az történik, hogy a szorongással együtt járó vegetatív jelek, amik törvényszerűen minden szorongó emberbe létrejönnek, azok olyan minősítést kapnak, hogy most ebbe meghalok. Tehát ezeknek a szorongás rohamoknak két vége van, amit nem mindig ismer föl valaki, hogy mitől is szorong, hogy belehalok, vagy belezavarodok, vagyis elvesztem a kontrollt magam fölött. Ez van a végén. És ez valamilyen szintig megáll, ha én elkezdek elkerülni. És akkor az történik, hogy megyek a munkahelyemre, ahol kell mondjuk egy prezentációt tartanom, de félek, hogy nem sikerül, ezért kiderül rólam, hogy én nem vagyok alkalmas erre a dologra. Teljesen alkalmatlan vagyok, nem az, hogy előadni nem vagyok alkalmas, mert az egy egészséges gondolat lenne, hanem abszolút alkalmatlan vagyok, aminek semmi realitása nincs, és elkezdek szorongani. A szorongástól elkezd fölgyorsulni a szívem, mert ez szimpatikus túlsúlyt jelent a vegetatív idegrendszernek egy változását, nehezebben veszem a levegőt, kitágul a pupillám a szorongástól, ettől a látásom is megváltozik, és az izmaimban való érzés is megváltozik, és ez a halál biztos jele. Most hiába éltem meg ezt 100-szor, 200-szor, 300-szor, hogy nem halok bele, mikor belecsúszok ebbe, akkor azt fogom megélni, mert olyankor egy nagyon erős
beszűkültség lesz, amit azt jelenti, hogy a racionális tudatom megváltozik, és én ezeket a helyzeteket el akarom kerülni, ahol ezt élem meg, és elkezd az elkerülő viselkedés kialakulni. Most ezt a szorongásos rohamot nevezik újabban pániknak. Szorongásos roham mindig is volt a görögöknél is, a rómaiaknál, az Egyiptom mindenhol volt, pánik is mindenhol volt, csak nem úgy hívták, hanem most ezek a szorongásos rohamok attól, hogy kapnak egy külön nevet, az a következő, hogy elszakítsuk őket megint a valóságtól, ami megint a fogyasztói társadalom egy trükkje. Ugye a gyógyszergyárak óriási haszonra tesznek szert, mert olyan gyógyszereket adnak, vagy mondják, akik megoldják a szorongást helyetted. És akkor 2-3 hét alatt már szorongás oldó függésbe kerül az illető, és biztos pénz, mert veszi újra a szanaxot, és újra szedi, és már gyógyszerfüggővé vált, de a szorongásai ugyanúgy nem tudja uralni. Lehet, hogy átmenetileg ezt kicsit csökkentettem, ezek hatékony szerek bizonyos fokig, de a pszichés állapota, a személyisége nem fog átalakulni a szorongás csökkentőtől, hanem úgy még kevesebb eszközzel rendelkezik, mert már be kell szednie a gyógyszert ahhoz, hogy meg tudjon valamit csinálni. És aztán egyre több gyógyszert kell beszedni, és ugye rengeteg a narkomán ember, aki gyógyszerfüggővé válik. Ami persze óriási profitot jelent a gyógyszergyáraknak. Most ez azt jelenti még egy másik szinten, hogy az emberi problémák megoldása helyett ezt kémiai szintre levisszük. Tehát azt mondjuk, hogy az oldja meg a te megoldatlan problémáidat, ha ezt meg ezt beveszed. Hát ez iszonyúan emberellenes. És ez nem gyógyszerellenes, amit most mondok, tehát a gyógyszerre szükség van. De azt elhitetni, hogy az megold egy olyat, amit személyiség szintjén kellene megoldani, ez hatalmas nagy hiba. És hát ez nemzetközi szinten zajlik. Tehát a mostani válsághelyzetből, ami szerintem nem gazdasági válság volt elsősorban, hanem emberi válság, az emberi értékek válsága, hát a legnagyobb profitot a gyógyszergyárak hozta. Óriási, ugye megemelkedett a gyógyszerszedés, a profitjuk óriási mértékben nőtt, és a fogyasztói társadalom alaptrükkje alkalmazódott megint. És mindig kidobnak újabb szereket, tehát amik persze mindig drágábbak, mint az előzők, és ezeket a függőségeket erősítik. Ezzel ugyan nem mondtad ki, de egyértelműen következik, hogy a betegségeknek lelki oka van. Ezt ősidők óta tudjuk. Személyiség oka. Nem lelki? Nem. A lélek az tökélet. Akkor az is egy rossz a tökéletes nem okozhat beteg. Persze, ez megint ugyanaz. Tehát ugye, most nagyon durva lesz, amit mondok, de a legtöbb vallás mit csinál? Azt mondja, ha te követed a dogmáidmat, te boldog ember leszel. Ezt a világot kihozta létre az Isten. Vagyis a vallások azt sugallják, hogy ők istenebbek az Istennél. Csak egy dolgot kell csinálnod, hogy kövesd a dogmáikat. És ez megint fogyasztó társadalmi trükk, vallásos szinten. De ezzel azt is sugallják, hogy az az Isten az rajtam kívül álló valaki, és akkor lehet mutogatni, hogy ő az oka mindennek, és nem vállalom a igen, de hát ezt el is hiszik az emberek, mert az egész társadalomban így gondolkoznak, meg a családomból is így gondolkoznak, meg a kapcsolataikból is így gondolkoznak, hogy mindig más az oka a rossznak. De a jónak is ezért függnek attól, hogyha jót akartak megélni, akkor az a másiktól jön feléjük, nem ők teremtik meg. Sajnos a vallások alapvetően, most nem akarok nagyon címkézni, hogy melyikek leginkább, azt sugallják feléd, hogy te, mint ember, egy gyarló, eleve bűnösnek született valaki vagy, ami csak akkor tud emberré válni, ha követed a dogmáimat. Add föl magadat, és kövesd, amit mondunk. Ugye ezek a nagyobb szekták teljesen durván ezt követelik, ugye a tizedfizetéstől kezdve elképesztő dolgokra rá lehet az embereket venni, de egyik se abba motivált, hogy te fejlettebb személyiségű legyél. Olyan vallási közösség, ahol az a cél, hogy te személyiségleg fejlődjél, hát ha találsz ilyet, én kíváncsi lennék rá, hogy tényleg igaz-e.
Itt elmondhatjuk azt, hogy mindegyik esetben ugye egyértelmű az, hogy van egy tekintély, és a tekintélyt kell követni. Na, hát a tekintélyt azért követik, mert azt hiszik róla, hogy ő majd helyetted megoldja a te problémáidat. Vagy megmondja, hogy hogy old meg. Ezért általában az ilyen kisebb szekta alapítók, azok iszonyúan patológiás emberek, akik ezt tudják sugallni magukból, de ugyanakkor hiteltelenek, mert nem valósítják meg az életükben. Ugyanakkor, akik kapcsolódnak hozzájuk, azok meg mind éretlen személyiségek, az biztos, hiszen valójában persze. Arról szól az Na, egész. De Jenő, van életszemélyiség? Alig. Tehát nagyon kevés. Hát ezért növekszik a számuk. Ez is egy lehetőség. Tehát ez is a társadalom által kitermelt ellensúlyok, csak ezek az ellensúlyok súlyok. Tehát látszatra megoldanak valamit, de igazából az alapkérdést nem oldják meg azt, hogy én legyek egy felelősségteljesebb, fejlettebb személyiségű ember. Ezt nem célozzák, sőt, azt várják el tőled, hogy add fel magadat, és kövesd őket, amit mondanak. Nem abba segítenek, hogy te legyél érettebb. Most már ilyen mikor közösség... szombatot meg a vasárnapot is befoglalják különböző tréningekre, különböző összejövetelekre, és ez mind arról szól, hogy a munkai kollektíva épüljön. Hát igen, csak megint fölülről szervezik. Tehát ha az lenne, hogy itt hétvégén van egy lehetőségeseknek kedve van, jöjjön ide és vegyen benne részt, akkor olyan lenne, ami a fejlődés segíti, de ez előírások. És ez, ennek az a baj alapvetően minden ilyen tréningnek, hogy burkoltan profit szerzést szolgálja, vagy azoknak a hatalmát elégíti ki, akik a beosztottakon keresztül nagyobb profithoz jutnak, tehát érdekeket képviselnek, és van még benne olyan is, hogy a saját profitjukat növelik ezek a tréning cégek. Tehát, hogy itt nagyon tisztán kell látni, és biztos van olyan, ami pozitív lehetne, csak mögötte látni kell ezeket a háttereket, hogy ez önmagában nem az emberekért van kitalálva, hanem egy cég saját érdekei miatt csinálja. Most azért egy nagyon fontos dolgot szeretnék még, hogyha arra megpróbálnánk kitérni, mert ugye azért ezeket a filmeket az interneten szokták nézni az emberek. Az egyik például, hogy itt kerülgettük ezt a kérdést, még nem hoztuk szóba, az önbizalom kérdését. Tehát, hogy mennyiben segíthet egy önbizalom fejlődés abban, hogy valaki mondjuk ezeket felismeri, tudatosítja, akár a pánikbetegségében például. Vagy milyen módon fejlesztheti mondjuk valaki a saját önbizalmát? Tehát a különféle módszerek, azok rendszerint a személyiségnek bizonyos részeit célozzák meg, és nem az egész személyiséget. Ha az egész személyiség fejlesztés a cél, az pszichoterápiás módszer. A más ilyen fejlesztések, azok pszichoterápiás módszerekből kivett dolgok, föl vannak tupírozva, és el vannak adva úgy, hogy ettől boldogabb leszel, ha ezt megtanulod. Most ez nem fog működni, mert az egész személyiség nem lesz fejlettebb tőle. Amelyik olyan lenne, hogy fejlettebb lenne, az valóban így működne. De erre a cégeknek például nincs szükségük. Egyébként, ha te fejlettebb leszel és jobban képviseled magad, az egyáltalán nem biztos, hogy jó a cégednek. Meg az ottani közösség a cég szempontjából az előnyére válik, mert nem biztos, hogy mindent végrehajtasz, és nem félelemből fogsz cselekedni, hanem lesz egy önértékelésed, és azt mondod, hogy én egy ember vagyok, és kíváncsi vagyok arra, hogy ezt miért így kell csinálni. Na, ezt nem biztos, hogy fogják szeretni. Tehát azért itt úgy vannak fölépítve ezek a tréningek, hogy a cég érdekét képviselje, látszatra pedig a ottani emberek érdekét képviselje, de ez látszat. Mert ha nem a cég érdekét képviselje, akkor a cég nem rendeli meg. Ezért a tréner cégek is olyan dolgokat adnak el, ami a cég érdekét képvisel és átveri az embereket. Tehát én nekem például azzal komoly bajom van, hogy az a tréner, aki ezt közvetíti, az tudatában van-e annak, hogy amit ő csinál, az mit jelent? Legtöbbször nem. Ezek papagájok. Tehát betanult dolgokat közvetítek. Jól meg vannak szerkesztve, meg vannak csinálva, PowerPoint-tal alátámasztva, példákkal, be vannak gyakorolva, ezek papagájok, ezek az emberek,
és nem tudják, hogy például pszichológiai szinten, amit ők csinálnak, az pontosabban mi. És ez nagyon sokszor el van adva nagyon pozitívnak, de mögötte a reális valóság nem ilyen. És ha én ezt közvetítem, az az én felelősségem, hogy mit közvetítek. Tehát itt azért, és a trénercégek sokszor olyan trénereket alkalmaznak, akiknek nincs is olyan fokú pszichológiai műveltségük, hogy átlássák azt, hogy mit csinálnak, hanem be vannak tanulva rá. És ez alól nem kivételek, olyan rendszerek se például, ahol meditációt tanítanak. Nem szeretik, ha te érted a meditáció lényegét. Akkor nem tudod úgy tanítani, ahogy annak a módszernek megfelelő legyen. Én ezzel már nagyon sokszor a saját életemben elakadtam, és hagytam ott dolgokat, mert szembenéztem azzal, hogy itt nagyon is érdekek húzódnak mögötte, és nagyon fontos fogalmak vannak meghamisítva. Tehát most csak maradjunk a meditációnak, meditációnak neveznek nem meditációkat, ahol burkolt imagináció zajlik bizonyos cél létrehozásáért. Ennek semmi köze a meditációhoz. De rengeteg ilyesmit lehetne mondani, amikor legyél szabadabb. Azt se tudják, mi az, hogy szabadság. A szabadabb azt jelenteni, hogy jókedvűen hajtsd végre, amire annak a valakinek szüksége van, hogy növeld a hatalmát és a profitját. Az nem szabadság. Az pont a szabadság hiányát jelenti. Tele van a társadalom ilyen képzéssel, meg ilyen próbálkozással, meg mindennel. És a közösséget ők nem a közösségért hozzák létre többször, hanem azért hozzák létre, hogy az a közösség még több profitot termelje. Tehát azért a japán társadalomban ugye az, hogy egy időben az amerikai után a második legnagyobb, most már a kínaiak azt hiszem megelőzték őket, hát ott azért azok a japán emberek és a japán társadalomnak szó sincs szabadságról. Ez nem egy szabad társadalom, hanem a teljesítménynek alárendelten működő társadalom, ahol az értékek ezt támasztják alá, és ennek van egy nagyon erős kulturális háttere, mert egy nagyon fegyelmezett kultúra, de ezt a fegyelmezett kultúrát felhasználják a profit termelésre. Ki vannak játszva a japánok gyakorlatilag? Hát lehet még sok ilyen példát mondani.